A most zárult tanév végén összegyűjtötték a partneriskolákban felajánlott tárgyakat, eszközöket, melyek az éjak raktáraiban várják az augusztus végi záró Először is az volt a koncepciója ennek az iskolatáska gyűjtési akciónak, hogy az a legjobb hulladék, ami nem is keletkezik, tehát az a legjobb, hogyha a megunt nem használt használati tárgyakat újrahasznosítjuk, hasznosítjuk, újra használjuk, tehát valaki olyan még használni fogja, aki azt hasznosnak ítéli és megbecsüli. Éppen ezért az iskolatáska is egy ilyen tárgy lehet, amit arra kértünk az embereket, illetve néhány iskolával is van megállapodásunk Nyíregyházán, hogy gyűjtsék össze azokat az iskolatáskák. Aki már, akit már valaki megunt, illetve nem használ, és azokat a mi közreműködésünkkel átadjuk egy olyan intézménynek, ahol gyerekek ezt még örömmel használhatják a következő tanévben. Már megkezdődött a gyűjtőakció akció, és egészen augusztus 24-ig tart. Tavaly nagyon sikeres volt, közel 150 iskolatáskát osztottak ki. Arról, hogy hol lehet leadni a felajánlott tárgyakat. Használd, de még jó állapotú iskolatáskákat és tanszereket, toltartó tornazsákot füzetett mappát, arról a szervező társaság ügyvezetői a tájékoztatást. Jó, ahogy fogalmaztam, három általános iskola is részt vesz benne Nyíregyházán, ők a saját tanulói körében végzik a gyűjtést, nálunk pedig a két hulladék udvarban, tehát a Korányi Frigyes úton, illetve a Kerék utcán adhatóak le ezek munkaidőben, hétköznapon délután 5 óráig, illetve még hétvégén is délután kettőig. Mit remélnek? Ahogy mondtam, tavaly kb. 150 iskolatáska lesz, én bízom benne, hogy legalább egy olyan felével sikerül az idén többet begyűjtenünk, és rászoruló gyerekeknek ezt átadni. Még keresi a társaság azt a partnert, aki a legtöbb családhoz eljut, és megtalálja azokat az iskolásokat, akik örömmel fogadják a használt taneszközöket. Tavaly a Gyermekjóléti Központ fogadta el a felajánlásokat, de a remények szerint idén jóval több tárgy gyűlik össze, mint ahány gyerek él az intézményben, tehát szélesíteni szeretnék a kört. Mindenről augusztus végén adunk tájékoztatást.